Hogy maradjunk a konkrétumoknál, megteltek időközben itt a stúdióban, ugyanis a kabinet RT képviseletében két urat köszönhetünk. Én az imént, amikor lementem a büfébe, ahol egyébként a többiek várakoznak, mert hogy 8 tagú, ugye, a kabinet RT? 10 tagú? Akkor elszámoltam. Néha 100? Nem 100 tagú. De elég nagy vita volt, szóval ilyen parázs vita volt. Először is lementem a büfébe, és ott már ilyen kavalkád, színek, nagyon jó hangulat, és már abból vita volt, hogy na ki legyen az a két ember, aki most képviseli a zenekart, és aztán megszületett, hogy ti jöttök, majd utána, amikor elindultatok fölfelé, akkor némi mosolygás is kitört bent. Szóval ez mindig ilyen jó hangulatú a zenekar, vagy ez most egy ilyen különleges apropó? Kabinet zenekar erről szól. Jó kedv, vidámság, legyünk együtt, buli. 10 tagú zenekar, 10-11 tagú zenekar. Az azért, hát az, hogy egyrészt nem annyira szokványos manapság, mert mindenki úgy számolgat, hogy minél kevesebb tagból áll egy zenekar, annál inkább megéri. Az mondjuk egy dolog, de 11 embert mindig összefogni, mindig pontosan diszponálni, az sem lehet könnyű. De viszont előny is, hogy 10 vagyunk a zenekarban. Lehet, hogy két ember nem ér rá, a zenekar akkor is eljátsza a műsorát. Azt mondtam az imént, és mégis megerősítettél ebben valamilyen szinten, hogy ilyen nagyon kavalkád, ilyen nagyon hangulatos volt ez az első találkozásunk lent a büfében, kár, hogy ezt egyébként nem láthattátok. Ez tulajdonképpen a ska-nak is köszönhető, vagy a ska zenéhez kötelezően hozzátartozik? Természetesen. A ska zene eredetileg egyébként, a ma ismert ska zene eredetileg, egy angol száz zene. A valamikori nagy elődeink a Madness együttes, az angol humor, egyben az angol humor nagy képviselői is, ugye ők vezették be ezt a zenét. Persze vannak mélyebben gyökereinek a zenének, kevesen tudják, hogy a reggae zene, a nagyon népszerű reggae zene, a valamikori ska zenének az utódja. Tehát a ska zene a reggae zene elődje. Tehát ebből alakult ki ez a ritmusos kis jópofa regizene ebből a ska zenéből. Főleg feldolgozásokból áll a ska zene. Minden külföldi zenekar is feldolgozásokból indult. Ez persze a rock and rollban is így van általában, ugye a Beatlesektől kezdve mindenki ezt csinálja, de a ska zenébe ez jellemzi a ska zenére, ez a feldolgozásos dolgok is. Szóval erről szól. Másik, hogy arról szól, hogy humor, angol humor. Hát ezt megpróbáltuk magyarosan átvinni, ma magyar országra. Hát nem tudom, mi sült ki belőle. A koncerteinkkel óriási bulik vannak. Nem is koncertek ezek általában, inkább bulik. Szóval buli meg koncert, azt mondom, van különbség, ugye? Tudnánk meg koncertet is adni, de fölösleges, mert a buli az buli. Csinálni. Csaba, és a ska-ban ti az angol humort a szövegekben jelenítitek meg, vagy inkább a színpadi történésekben, vagy esetleg mind a kettőben, az összekötőkben, szóval ez a buli, ez miből áll össze azon túl, hogy zenéltek? Hát igazándiból az angol humor, ugye egy sajátos humor, tehát az Magyarországon nem biztos, hogy minden válfaját lehet eladni, van is, aki műveli, elég jól el is adja. Valami hasonló, ő is ska zenét játszott egyébként, nem mondom a nevét. GM49 formációban. Ők egy ilyen egyszerűbb, kevesebb tagú ska-t, egy szakszafon, tehát egy fúvós és az alapfelállás játszották. Nálunk végül is a nagyobb létszámot indokolja a 4 fúvós esetenként 5. Tehát emiatt is, illetve minden hangszerből van bőven, úgyhogy hál' Istennek el vagyunk szépen a színpadon. Az angol humor egy picikét azért magyarítva van, tehát utalások vannak a Angliára, de igazán nem vagyunk olyan nagyon szerelmesek Angliába, és ezáltal teljesen magyar, viszont nem kell ráírni, hogy szókimondó, meg hogy 18 éven felüli, meg hasonló dolgokat, amik ma divatosak, a esetleges kazetta borítóra, vagy CD borítóra. Úgyhogy ennyi a történet. Egyszerű, nagyszerű, néha frappáns, néha lehet, hogy nem az. Ezt egyébként hamarosan meglátjuk, mert most még beszélgetünk egy klip után a fiúkkal tovább, aztán jön a kabinet RT-val, hogy egy miskolci zenekarral állunk szemben, és milyen érdekes, hogy néhány nap múlva pont egy másik miskolci zenekarral, Logaritmus lesz majd vendége az ízének, ha minden igaz, akkor hétfőn. Szóval azért a miskolciakat irigylem. A zenei élet meglehetősen színes lehet arrafelé. Sok zenekar van Miskolcon? Mondhatjuk azt, hogy sok, tehát a város nagyságához képest sok, és mondhatjuk azt, hogy nagyon profik. Tehát a fiatalok is most már
hozzánk képest fiatalok, hangszeres tudásban nagyon-nagyon jók, a kilométerek változatlanul nincsenek leküzdve. Már hogy a Budapest-Miskolc távolság. Kilométer, igen, az a nagyon régi klasszikus. Szóval ez valahogy nem működik, de nagyon, tehát klubszinten nagyon élénk a zenei élet. Hát ez gyakorlatilag bármelyik, például itt az Izében megmutatkozó nem budapesti zenekarral kapcsolatban is elmondható, és már beszéltünk is erről nagyon sokat, hogy azért nem feltétlenül előny mindig, hogy az ember mondjuk 150 vagy 200 kilométerre lakik a fővárosra. Hát sajnos ez ilyen szempontból egy ilyen ország, de ha már említetted azt, hogy a fiatalok. Szóval ti azért nem a tízes, vagy mondjuk még talán azt is megkockáztatom, na tessék, hogy nem is a 20-as éveitekben jártok, bár a zenekar egy-két tagja azért mondjuk 20 éves. Szóval gondolom nem mostanában kezdődött el a Kabinet RT története. Azt hiszem, hogy az életkor az nem meghatározza a Kabinet RT-nél, ugyanis Kabinet RT, most kitérjek arra, hogy mióta kezdtük? Jó, 11 nány éve kezdtük, lehet, hogy már több, mint 11 nány éve. Az életkor annyiba határozza a Kabinet RT, hogy minden korosztály, hogy felnő egy korosztály, és megtetszik ez a zene nekik, mindig kinevel magának ez a zenekar egy-két olyan embert, akinek megtetszik a zenénk. És akkor én a zenekarhoz is szeretnék benne játszani. Na most nem tudom, nem is akarom elmondani, hogy hány ember játszott már a Kabinet zenekarba. Most ennyien vagyunk, ez van, szóval szerintem közhely, ez a zene általában minden korosztálynak tetszik. És szerintetek mikor jöhet el mondjuk az az idő, hogy Magyarországon a ska zenekarok egymással fognak vetélkedni. Most egyáltalán tudtok még olyan ska zenekart, vagy létezik Magyarországon, vagy ismertek olyan ska zenekart, amelyik mai napig játszik, és prosperál, vagy akár konkurencia lehet? Nagyon szeretnék megismerkedni egy olyan ska zenekarról, aki még Magyarországon játszik. Régebben nagyon sok volt egyébként, főleg budapesti zenekarok. Nagyon sokat játszottunk együtt Budapesten, Petőfi csarnokban, stb. Manapság én nem tudok egyről se, sajnos. Sajnos. Ez a zene olyan nehezen jön be az embereknek, de hogyha már egyszer meghallja, és bejön neki ez a zene, tudod mi az, hogy bejön a zene, akkor megtetszik, és akkor kész, nagyon jó. Igen, mert azt mondtad, hogy ugyanakkor bárki elmegy a koncertjeitekre, vagy inkább a buliaitokra, hát ők mondjuk az a minimum, hogy vidáman jönnek el, de az, hogy szétbulizták az agyukat, az sem ritkaság. Nem bizony. Tehát akkor ez mégiscsak egy valamilyen szinten könnyen emészhető műfaj. Mégse olyan könnyen emészhető műfaj. Valahogy minket betudtak a rock and rollba, tudod? Nem tudják koncerten, nem mondom el minden koncert, hogy miről szól a ska zene, hogy mi ez. Ők meghallják a különböző feldolgozásainkat. Valószínűleg mai műsorban is lesz majd feldolgozásunk. Mindjárt, igen. Igen. És ők azt hiszik, hogy az a rock and roll. Közben ők nem figyelik meg azt, hogy egy kicsikét másabb a ritmus. Egy kicsikét máshogy adják elő a srácok. Jó pofa, kész. Hát akkor most ti nagyon figyeljetek, és jól figyeljetek meg, hogy ez nem rock and roll, mert másabb a ritmus, és sok minden másabb, mert hogy ez igazi ska zene a javából a Kabinet RT előadásában, nem sokára itt az Izé Én Pódium című rovatában. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszi. Ura, ura.